Amivel tudtak, azzal segítettek a karitatív szervezetek az elmúlt hónapokban a szatmári térségben a viharkárt szenvedett családokon, a lakóházak felújításához építőanyagokat vittek és szakmunkásokat is biztosítottak, annak érdekében, hogy még a hideg idő előtt helyreállítsák a megrongálódott házakat. Néhány információ: pénzadománnyal és 10 millió forint értékben építőanyaggal támogatta a Vörös Kereszt a szabolcsi településeket, Segítsünk együtt a szabolcsi jégkár károsultjainak címmel intézett felhívást a karitatív szervezet még a nyár elején a lakossághoz, és szép számban érkeztek adományok nem csak magán személyektől, hanem szervezetektől is. Egy másik szervezet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a biztosítással nem rendelkező és más szervezet által nem támogatott rászoruló embereket segítette még szeptember végén is. Kishódoson és Nagyhódoson járt stábunk, ahol találkozott is a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársaival. Ha minden igaz, akkor Adányi László, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportjának a vezetője a vonalban van. Jó estét kívánok! Kedves sokkal, jó estét kívánok, itt vagyok, igen. Hogyan válogatták ki, vagy választották ki a családokat, akiken segített a szervezetük? Az eseményt követően azonnal a helyszínen körbe jártuk a területet, mert elég nagy területet érintett sajnos, még Kárpátalján is van egy pár település, ahol volt jégverés, és igyekeztünk olyan helyre menni, ahol elfelejtett részek vannak, mert ugye Rozsáról beszélt mindenki, de azért nagyon sok kisebb település is érintve volt, ugye mi Uszkán segítettünk először, és aztán így akadtunk Kishódosra és Nagyhódosra, mert azt gondoltuk, hogy ott egy komplexebb támogatást tudunk nyújtani, tehát picit tudunk úgy segíteni, hogy nem túl sok ember esik ki ebből, mert hát eléggé korlátozott lehetőségeink voltak. Amikor ezekre a településekre ellátogattak, akkor mit láttak, mivel találkoztak? Ugye már tehát jócskán a nyár végén, inkább szeptember elején jártak ezeken a településeken. Hát azt kell, hogy folyamatosan járunk ezeken a településeken, mert még nem fejeztük be a munkát, jelenleg Gacsájon dolgozunk. Mi azt láttuk, hogy hát bizonyos helyeken már úgy megindultak a helyreállítások, de viszont elég sok olyan település van, illetve több településen bizonyos részek, ahol sajnos nem sikerült az embereknek rendbehozni a tetőt, különösen a palával borított tető. Azokkal vannak gondok, és hát nyilván azok az emberek, akiknek hát közmunkából kell megélniük, nagyon kevés a jövedelmük, azok nem nagyon fognak tudni egy új tetőt fölépíteni, mert ugye a palatetőt nem nagyon lehet más tenni, ha fölteszik a lemeztetőt, vagy bármit, akkor a tetőszerkezetet is kicsit át kell építeni, tehát azért ez jelentős költséggel jár. Mostanra milyen állapotba kerültek ezek az ingatlanok, ezek a házak, ahol önök is segítettek? Hát ugye mi igyekeztünk a katasztrófát megelőző állapotot helyreállítani, de teljesen változó segítséget nyújtottunk. Nagyon sok helyen az emberek öngondoskodását egészítettük ki, mert nem maradt elég pénzük. Volt, ahol önkéntesek végeztek festési munkát, volt, ahol villanyszerelést kellett csinálni, tehát ez egy személyre szabott segítség volt a felmérés alapján, ahol láttuk, hogy mi az, amiben meg kell segíteni, volt, ahol mindent mi csináltunk. Tehát ez egy olyan munka, hogy nem lehet egyformán, hiszen nem egyforma körülmények között élnek az ottani emberek. Folytatják-e a gyűjtést, hiszen ahogyan ön is említette, nagyon sok lakó ingatlanban az elektromos hálózat is tönkre ment, de ha jól tudom, akkor bútorokat is gyűjtöttek a megrongálódott lakóházak és a családok számára természetesen. Tehát miként folytatódhat még egészen az év végéig is akár az adományozás? Hát az a baj, hogy nagyon nehéz volt pénzadományokat gyűjteni, és nagyon kevés volt az a segély, amit mi erre mobilizálni tudtunk, mert ugye a pénzzel lehet a legtöbbet segíteni, ugye aki pénzt ad, szabadságot adott az ember, azt is ott tud bevásárolni, amire szükség van, és a helyszínhez közel, tehát nem kell messziről szállítani dolgokat. A sok felajánlást is megpróbáltuk összegyűjteni, és természetbeli adományokat is lejuttatni. Ahogy a pénzből kifogytunk, azt nem nagyon látom, hogy hogyan lehetne újabb pénzeket gyűjteni. Próbálkoztunk állami támogatás irányába is elindulni, mert javaslatot tettünk, hogy valamilyen kárenyítési programot kellene csinálni a belügyminisztérium felé, hát erre egyelőre még nem jött semmilyen válasz. És hát ezen kívül pedig most azon próbálkozunk, hogy van egy olyan német partnerünk, akitől szoktunk tetőfóliát kapni,
Ez egy ilyen speciális, vastagabb anyag, amit föl lehet tenni a tetőre, ezzel csak az a baj, hogy nem tudom, hogy a súlya el fogja bírni azokat a tetők, elbírják-e, ahol még szükség lenne segíteni. Ugye úszkán vannak még nagy bajok, tehát hogyha a településekről így beszélünk, azt tudom, hogy ott nagyon sok olyan szegény ember él, aki nem tudott előre jutni. Tehát mi próbálkozunk tovább segíteni, és ha összejönnek dolgok, akkor nyilván nem hagyjuk cserben az embereket. Csak hát ugye a mi lehetőségeink is korlátozottak. Mi pedig érdeklődni fogunk. Köszönjük szépen. Köszönöm. Viszontlátásra.